Sziasztok, Nagy Bálint Jezsuita vagyok, és ez pedig itt a Monserrate Jezsuita Vlog mai adása, ahol egy különleges vendéget fogadunk ma, Martos Balázs püspökatyát, Esztergom budapesti segédpüspökatyát, Balázs, Isten hozott. Köszönöm, szervusz és sziasztok! Ahogy ezt ismeritek, most ebben az évadban nem csak jezsuitával beszélgetek, hanem vendégeink vannak, akik valamilyen módon közel vannak hozzánk, kapcsolódnak a jezsuita lelkiségünkhöz, jezsuitákhoz. Balázs, hogyha te milyen kapcsolatban vagy velünk, milyen élményeid vannak a jezsuitákról? Én amikor kispap voltam, vagyis érettségi után a papnevelés nagymalmai közé kerültem, akkor ismertem meg Bőti Tamás atyát, aki itt Budapesten mindennapok lelki gyakorlatait vezette. Két éven keresztül elvégeztem el a kétszer is a nagy lelki gyakorlatot. Egy nagyon lelkes, nagyon lényeglátó, nagyon szeretettel megáldott jezsuita atya volt, aki az Isten szeretetre, Isten ismeretre bátorított. Mindig arra bátorított, hogy imádkozom azért, hogy Istent jobban megszeressem és megismerjem. Emlékszem, Tamás, hogyha itt lakott a Mária utcában, egy aszkéta volt, úgy emlékszem rá egyébként, a Torontóban még egy tetőn aludt, egy fa deszkán, és itt is lement az altámzomba, és nagyon... és járta az országot. Nem tudom, te hogy emlékszel rá, de valami ilyesmi volt, olyan ember volt, aki a neveket nagyon tudta. Megdöbbentő volt a memóriája. Körülbelül 20 évvel ezután, az első találkozásunk után egyszer felhívott telefonon, akkor már Győrbe éltem, és azt mondja, éppen megyek, hogy megtérítsem az egész Dunántúlt. De ez tényleg így tette, tehát, hogy körülbelül, nem tudom, hajnaltól késő estig állandóan úton volt, és imádkozni tanította az embereket. És az imádság, amit tanultál tőle, azt hogy fejeznéd ki? Milyen az az imádság, amit a Tamás atya tanított? Ő arra biztatott, hogy legyek őszinte az imádságba, és hogy megpróbáljak ott lenni Isten mellett. És a nagyon természetes vágyaimat, amelyek emberként megszólalnak bennem imádság közben, azokat figyeljen meg, éljen meg. Szerintem legalább 10 év kellett, mire megértettem, hogy mire gondol, aztán másik 10 év, hogy gyakoroljam, aztán másik 10 év, hogy egy kicsit elengedjem. De hogy szóval ez egész egy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt. És még a papságod előtt találkoztál vele? Vagy igen, tehát ez a papképzésnek az első 2 éve volt, amikor én itt voltam, aztán Rómába kerültem, és ott is jezsuita atyák voltak, egy kicsit más stílusban, egy kicsit olyan, hogy is mondjam, a rendnek az egészére jobban ráláttam, ott a német jezsuita tartománynak a tagjai voltak ott, de őket is nagyon szerettem, és ők elmélyítették talán azt, amit Tamás atya maga profétikus módján elkezdett. Mondanál egy valamit, ami szerinted bennünk nagyon jó, vagy kiemelnéd, hogy na ez az, és egy valamit, ami mondjuk, na ott lehetne még fejlődni, vagy egy dolog, ami na itt nem annyira, nem tudom, lehet-e ilyet. Amikor Ferenc pápát, ugye, aki jezsuita volt, vagy nem is tudom, hogy ez hogy van pontosan, tehát amikor őt pápává választották, akkor azt gondoltam, milyen jó, a jezsuitákban azt szeretem, hogy van egy nagyon mély lelkiségük, és ugyanakkor egy gyakorlatias útjuk arra, hogy ezt a lelkiséget a gyakorlatba átültessék. Rosszat nem nagyon tudok mondani, inkább ilyen klisé. Rómában valaki mondta, hogy hát ha elmész vendégségbe a jezsuitákhoz, azért az olyan nagyon egyszerű dolog lesz, ott majd ilyen szürke emberekkel találkozol, és talán mondjuk úgy, hogy annak a fajta odaadásnak, meg professzionalitásnak, amit ti megéltek, annak van egy olyan oldala, hogy az ember olykor egy kicsit munkaközpontúvá válik, és az életnek olykor a szertelenségét, vagy a könnyedségét lehet, hogy kevésbé. De érdekes. Aha. Pár szót szívesen mondasz a te utadról, a te hivatásodról. Hogy lett? Hogy találtad meg a te utadat? Vagy az érzés mindig püspök hivatásod volt? Remélem, hogy nem. Bár ez, mindenesetre ez nagyon furcsa lenne, hogyha valaki ilyet merne állítani. Az tény, hogy minisztráns voltam még valamikor, nem tudom, negyedikes vagy ötödikes lehettem, és akkor egy minisztráns találkozón a többiek képviseletében én köszöntettem a püspök atyát. És ez a pillanat valahogy nagyon megmaradt bennem. Tehát ahogy a többiek kicsit úgy valahogy ott vannak a hátam mögött, ott vagyunk együtt, mert összetartozunk, és én az ő nevükben oda megyek, és meghajlok egy idős, tiszteletre méltó püspök bácsi előtt. Tehát valahogy kétségtelenül újra meg újra találkoztam olyan püspökökkel, akiknek a tekintélye, a szeretete, a gondoskodás, az Isten nevében való fellépése, és azért mindig megragadott. Biztos, hogy mindig kerestem magamnak egy kicsit egy pótapukát is, nem mint hogyha nekem nem lenne a sajátom, meg van hál' Istennek most is még. Jó. De ő például nem járt templomba, és ezért az én utam az ennyiben egy kicsit érdekes volt, hogy kisgyerekkoromtól fogva engem vonzott a templom, minisztrálni jártam,
szerettem azt a közeget, egyre inkább a plébánián, szombat délutánonként összejöttünk játszani. És akkor gimnazista koromban, a ferenceseknél, akkor volt egy nagyon erős belső késztetésem arra, hogy Istennek szeretnék tetszeni igazából. Tehát az, hogy ha rosszul éreztem magamat, akkor tőle kérdeztem, most mi baj van, most mit csináltam rosszul, hogyan kéne tovább lépnem. És akkor ez nagyon mélyen bennem volt, nagyon azt éreztem, hogy Istenre támaszkodhatom, Istenben bízhatok. Akkor voltam életemben először lelki gyakorlaton, egy ilyen nyári hivatást tisztázó lelki gyakorlaton, és ott annak ez volt a mondandója számomra, hogy amit Isten akar, az jó, szabad azt választanom. Uh-huh. És ennek az útján próbáltam aztán megmaradni. Most azt mondom, hogy te is ferences diák voltál, mint Esztergomba. És ott, ahogy imádkozol ott Esztergomba gimnazistaként, és hogy megkérdezed az Istentől, hogy na neked, vagy hogy kéne ezt elképzelni, hogy válaszol? Vagy mi történik ott egy ilyen imádság, amikor a személy vagy te odafordulsz az Isten és kifejezed neki azt, ami benned van? Vannak nagyon szép emlékeim arról, hogy mondjuk a kis kápolnában, amit a diákoknak akkoriban volt kitéve imádságos könyv, és egyszer csak azt éreztem, hogy azoknak a szavaknak súlyuk van a szívembe. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon az enyémé válnak. Hogy a kérdések, amik bennük megfogalmazódnak, azok az enyémek lesznek. Lehetett szó olyan imákról, amiket szentek mondtak, vagy olyasmiről, amit a zsoltárok tartalmaznak. Gyönyörű élmény, amikor ez így egyszer csak a szavaknak színe, formája lesz belül. És akkor mindig ehhez akartam visszatalálni. Kicsit azért mondják is, amikor az ember először elkezd nagyon jó belülről imádkozni, akkor Isten elkényezteti, mint egy kisgyermeket az anyukája. És akkor belülről ilyen nagy édességet kap, és nagy bátorságot, hogy ott kitartson. Hát én ezt akkor azért sokszor megtapasztaltam. Uh-huh. Én azért nagyon töprengő alkat vagyok, mondták már, hogy én nekem egy vívódó szakosztályt kéne megalkotnom. De hogy tehát tulajdonképpen sokszor belül ez a kis kétkedés, várakozás, figyelem, ez nagyon sok időt vesz nekem igénybe. Uh-huh. De ma egyre inkább abba bízom, hogy ilyenkor is Isten ott van mellettem, és talán ő is várja, hogy na hát, akkor édes fiam, mit fogsz csinálni? Uh-huh. Emlékszel arra, amikor így beadtad a jelentkezésed a szemináriumba? Mit éltél meg akkor, amikor így elküldted, vagy amikor így... Hát akkor nagyon felszabadultam. Pontosabban akkor szabadultam fel, amikor a vívódás után, negyedik gimi, tehát 12. giminek a január hónapjában volt ez valamikor, és ott imádkoztam a kápolnába, és akkor magammal vittem valami könyvet, amiben nagyon komoly, súlyos gondolatok voltak leírva a papság lényegéről. És ezek a súlyos, hosszú gondolatok, és akkor egyszer csak így olyan belső evidencia volt. Na igen, ez kell. Hát tulajdonképpen akkor nincs más hátra, mint előre. És aztán hát tulajdonképpen először akkor azt kellett tenni, hogy nem kellett beadni a jelentkezésemet az állami iskolákba, mert akkor ez nem tudom, hogy most pontosan hogy megy, de akkor még így ment. Igen. És aztán meg, hogy akkor írok egy levelet a püspökatyának. Annak a konkrétsága az aztán megint megijesztett egy kicsit, hogy két sorban én XY kérem felvételemet, mert ebbe az egyházban akarok pap lenni. Tulajdonképpen akkor még nem tudtam, hogy hogyan akarok pap lenni, csak azt tudtam, hogy pap akarok lenni, igent akarok mondani. Igen, igen. Most már tudod? Hát most már ugye így 50 felé, most már úgy gondolom, hogy igen, sokszor mondtam erre igent azóta is. Mit jelent papnak lenni ma? Vagy azért kérdezlek, mert most a püspök lettél, és nem csak a rád bízták a papképzés, a központi szemináriumnak vagy a rektora, hogy rád vannak vízve a papok, de hát mi is bejártuk azt az utat, amikor így pappá válunk. Mit jelent papnak lenni, vagy te hogy fogalmaznád meg? Püspök szentelésnek még nincs 3 hónapja az életemben, és akkor így rádöbbentem, hogy ott vagyok a szentélynek, meg a nagy templom hajónak, a Szent István bazilikának a határán. Uh-huh. Ott vagyok a felolvasó állványnál, onnan az Isten szavát, a Szentírás szavát felolvassák. Mögöttem, miközben előre beszélek, mögöttem ott van az egész magyar püspöki kar, meg még a külföldi magyar püspökök is. Előttem ott van egy csomó ember, akikhez rengeteg szeretet kapcsolat fűz. Számomra a papságnak a lényege ez a bizonyos közvetítés, uh-huh. teológiailag is lehetne mellett érveket sorolni, hogy tele van a szívem azoknak a szeretetével, akiknek annyi mindent köszönhetek, akik ott vannak előttem, a szüleim, a családtagjaim, akiket régen ismerek, a paptársak is, és közben befogad egy másik kör,
befogad a szentélynek a közössége, amelyiknek valahogy csúnya szóval papírja van arra, hogy Istenhez tartozik. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg le vagyunk foglalva bizonyos értelemben Istennek, de Isten a maga végtelen szívével visszaad a világnak. Hát ez a, hogy így adogatnak minket oda-vissza, uh-huh. ez néha meg is visel, uh-huh. vagy néha úgy próbára is tesz, de tulajdonképpen ebben az áramlatban szeretnék jelen lenni, ebben a határhelyzetben igyekszem újra meg újra uh-huh. ott maradni. És a pap, aki ott van ebben az áramlatban, ha jól értelek, az Isten áramlik az emberhez, az emberekhez, és ez visszafele is? Abszolút, abszolút. Ugye a zsidóknak írt levélben van ez a mondat, hogy Jézus irgalmas és hűséges főpap. És az irgalom az emberek felé, Isten felől, a hűség az meg Isten felé, az ember részéről. Uh-huh. És ez nagyon szép. Illetve hát nyilván ennek megvan a szentségi karaktere, tehát az, hogy ezt mondjuk a szentmisében különleges módon Jézussal együtt megéljük és megvalósítjuk. Egy kisfiú készített egyszer egy rajzot, amit aztán nekem ajándékozott, lerajzolta, hogy milyennek látja a papot. Igen. És akkor az oltár mögött kitárt karral ott áll a pap, és a két kezén, mint Jézusnak, sebek vannak, és ott ragyogás van. Uh-huh. Tehát hogy tulajdonképpen így Jézus szemével próbáljuk hát az ő szeretetét átélni. Ez olyan szép, csak aztán nagyon sokszor nagyon gyatlák vagyunk benne. És ez is a dologhoz hozzá tartozik. Uh-huh. Valahogy úgy látszik, hogy amit szint ugyanez a levél, ugye a zsidóknak két levél, nagyon szép elmélkedés a Krisztus papságáról. Ugye ez azt mondja, hogy Krisztusnak nem kellett a saját vétkeiért bemutatni az áldozatot, mi meg részben azáltal egyesülünk, hát éppen az ember társainkkal, hogy megéljük azért a gyatraságunkat. Uh-huh. Vagy éppen azáltal vagyunk megsebzettek, ami a saját bűnünk, a saját gyengeségünk. És akkor azt is megéljük, hogy Isten, hát reméljük, hogy ezzel is csinál valamit. Uh-huh. Ezen keresztül is be akar lépni a világba. Az Isten mit mutat neked önmagáról, ahogyan ő közeledik, vagy ő akar áramlani? Hát én nagyon megszerettem ezt a szót, hogy Isten szelíd. Uh-huh. Tehát, hogy ő úgy is jelen van a világba, ahol én nem annyira veszem észre, erre több időt is kellene még szánom nekem is, hogy ezt így hagyjam, vagy megfigyeljem, vagy tudatosítsam, vagy kimondjam, hogy ő akkor is ott is jelen van, amikor én azt addig még nem sejtettem, uh-huh. vagy ahol én azt nem sejtettem. Uh-huh. Ahogyan ebben a bizonyos áramlásban, ha már ennél a szónál maradunk, tényleg valahogy összekapcsolódnak a végpontok is, vagy a különböző helyzetek is, abban Isten megmutatja, hogy ő nem csak azzal tud kezdeni valamit, ami világos és ragyogó, ő azzal is tud kezdeni valamit, ami még nem teljes, ami még nem tökéletes. Ugye Ferenc pápának van ez a mondása, hogy Isten közel jön, gyengéd és tapintatos, hogyha jól emlékszem, ez a harmadik szó. Tehát, hogy igazából a fiában közel jön, mindenkivel szemben gyengéd, tehát nem erőlteti dolgokat. Hát én nem tudom, én néha nagyon érzem, hogy szeretnék, nem tudom, gyorsabb lenni, meg hatékonyabb lenni, és akkor aztán néha rám szólnak mások, hogy most miért vagyok mérges. Pedig nem vagyok mérges, csak szeretném, hogyha gyorsan meglennék a dolgok. De Isten valószínűleg ennél hát végtelenül jobban csinálja ezt, és ezért őre nem kell rászólnunk. Viszont ilyen jó, hogy van egy közösség, aki tud jelezni, vagy akik kapcsolódnak. Amikor készülünk a papságra, vagy készülünk erre a szolgálatra, ahogy az Istennek a közelségét, gyöngétségét, együttérzését, közelségét gyakoroljuk, vagy ahogy belépünk ebbe a szolgálatba, mi segít erre fölkészülni egy fiatal embernek? Mit látsz így a papképzésnek a főbb elemeinek, ami ebben segít egy fiatal embert? A papképzés ténylegesen egy egyetemi tanulmány, illetve hozzá tartozó gyakorlatoknak a szövevénye, illetve egy közösségi élet. Tehát ma mondjuk az egyházmegyés papokat, ugye, az egyházmegyéknek a növendékét úgy készítjük fel, hogy elmennek egy szemináriumba, uh-huh. ahol közösségi életet folytatnak, ahol naponta valamilyen tanóráik vannak, és ahol imádságos életet is élnek. Tulajdonképpen elég nehéz megmondani, hogy mitől lesz az egész jó. Uh-huh. Egyrészt azt gondolom, hogy nagyon inspiratívnak kell lennie. Tehát, hogy a fiatalok, akik jönnek,
nagyon kellene őriznünk azt a lángot, amivel ők oda jönnek. Én arra szoktam őket biztatni, hogy ne unatkozzanak. Ha, ne adj Isten, mondjuk éppenséggel tőlem meg másoktól nem kapnak jófajta indításokat, akkor figyeljenek oda, ami bennük van. Figyeljenek oda Istenre, ahogyan bennük működik. Ez nem mindig merem kimondani, hogy Isten éppen bennük működik, mert azért egy fiatal embernél nagyon gyakran olyan sok ragyó érdeklődés van a világ felé, és abban én gondolom, hogy azt ő neki ki kell bontani, arra neki oda kell figyelnie. Én azt látom, hogy a katolikus teológiai oktatásnak nagyon jó hagyományai vannak, tehát nagyon erős abban, hogy az egyháznak a 2000 éves hagyományát, egy történeti távlatot, egyebeket azt megmutassa. Talán még erősödhetünk abban, hogy a gyakorlatokra reflektáljunk, hogy megengedjük magunknak azt, hogy olyan helyzetekbe hozzuk ezeket a fiatalokat, amiben ők maguk megküzdenek dolgokkal, és aztán ezekre a belső tapasztalataikra reflektálnak. Azt hiszem, hogy ez még erősödhet, mert ezt a magam részéről legalábbis nagyon jónak találom, amikor ilyesmi történik. Azt gondolom, hogy a legtöbben, akik azért néznek bennünket, a legtöbbjük nem a papi hivatás, vagy a jezsuita hivatás, vagy a szeretés hivatás felé fog elindulni, és mégis van hivatása. Hogy azért remélem, hogy páran, akik néztek közületek, van, aki pap és szeretes lesz majd, de a legtöbb embernek azért családos hivatása lesz. És ugyanezt a folyamatot valahogy bejárják, hogy keressék az ő helyüket az életben, oda akarják adni önmagukat az Isten szolgálatára, az egyház szolgálatára. Te hogyan látod ezt az utat azoknak az embereknek a hivatását, akik nem papok lesznek, nem szeretesek lesznek? Ezt nagyon szépnek látom, illetve nagyon fontosnak látom, hogy ezt úgy kellő bátorsággal meg tudjuk élni, ki tudjuk mondani, hogy mennyire szükségünk van nekünk papoknak, mondjuk a világiakra, mennyire örömteli az a találkozás, amikor azt értjük meg, hogy a papi szolgálatunkra szükség van nekik, és ugyanakkor mennyire hálásak vagyunk az ő tanúságtételükért, az ő jelenlétükért. Az a kép jut eszembe, gyerekkoromban az iskolába kötelező volt néptáncra járni. Tényleg? És hát az énekzenei tagozatom kötelező volt, hát hetente mondjuk nem tudom, 2 órán hozzá, nem olyan nagyon sok, de mégis csak volt. És akkor ott mindig nagyon lehetett látni azt, hogy egy pár ugye akkor tud jól táncolni, hogyha mind a kettő megbízik a másikba. És hogyha mind a kettő a saját koreográfeje szerint, a saját belső súlyossága szerint és ritmusa szerint lépt el. És hogyha ők mind a kettő a saját táncát jól tudja járni, akkor azzal a másikat is megerősíti. Szóval ez egy ilyen nagyon különleges harmónia, melyikben, hogyha én a helyemen vagyok, akkor ő is a helyére kerül. És ez azt hiszem, hogy egyszerre érvényes például egy házaspáron belül is, meg az egyházon belül is. Tehát, hogyha sikerül ezt a, nem is tudom, hitre hívogató, gyújtóláng szerepet játszani az egyházban, ami a papságé, akkor a hívek is, az egyháztagok, a világhívek. Azon gondolkoztam, hogy mi ennek olyan furcsa ez a civilek, hát az egy katasztrofális szó. Igen. De hogy a világhívek, talán ezt még jó mondani, hogy tényleg, hogy az egyház nép, a szent néphez tartozó emberek, mindannyian, ha elkezdjük így élni a saját hivatásunkat, abból nagyon nagyszerű dolgok tudnak jönni. Belsőleg mit élünk át ilyenkor, amikor tényleg a helyén táncol valaki, vagy hogy lehetne megfogalmazni ezt? A leginkább most konkrét személyek jutnak eszembe. Néhány nappal ezelőtt bérmáláson voltam valahol, és azt láttam, hogy egy hitoktató, aki egyébként nem is sokkal, hogy is mondjam, évfolyamtársa volt majdnem az egyetemen, tehát ez a hitoktató nagyon nagy odaadással, szeretettel, olyan örömmel volt ott a fiatalok között, akiket ő felkészített. Hát ez egy nagyon egyházias hivatás, de az látszott, hogy ő ezt szeretettel teszi, és nagyon-nagyon értékes az, amit csinál, az közösséget erősíti. Az én tapasztalatomban először, amikor fiatal pap voltam, akkor hát 6 évig voltam iskola lelkész, és ott nagyon átéltem a tanítóknak, tanároknak a küzdelmeit. Az, hogy ő nekik először is jó szakembereknek kellett lenniük, tehát úgy értem, jó magyar tanárnak, igen, vagy jó biológia tanárnak, vagy jó tanítónak, de hogy milyen nagy szeretettel tudták azt tenni. Én azt hiszem, hogy egy ilyen közösségben, a gyerekek körül például, ez a fajta odaadás a kérdésekkel együtt, amik az életben ott vannak, a nehézségekkel, amit egy tanítónő átér, úgy értem, akár a saját személyes családi gondja, meg egyebek, amikkel meg kell küzdenie, azok nagyon fontos modellt jelentenek egy,
egy gyerek számára, aki egy katolikus iskolába jár. Én azt gondolom, hogy ehhez is nagyon nagy hivatás kell. Tehát lehetne hosszasan sorolni olyan életpályákat, amik vannak, de én mondjuk itt nagyon láttam ezt. De néha azt érzékelem nehéznek, amikor beszélgetünk a hivatás témára, mint hogyha rajtunk lenne a terhe. Vagy neked kell, nekem kell. És amiről, ha jól értelek, de segíts, hogy mint hogyha ott lenne valami, ami az együttből születik, vagy az Istennel való közelségünkből születik. Én gondolom, hogy néha azt érzékelem, hogy Isten jelenlétét, vagy Isten tényleges vezetését különböző mértékben éljük meg mi keresztények is. Igen. Tehát van, aki úgy éli meg, hogy őt bizonyos értelemben keresztény hagyományok, vagy keresztény közösségeknek a jelenléte és belső rendje eligazítja az életet. Igen. És nem biztos, hogy rácsodálkozik, vagy nem biztos, hogy nagyon személyesen éli meg az Istennel való kapcsolatát. De mégis azt kéne mondanunk, hogy abba a közösségbe, abban a fajta nyitottságba, és valamilyen imádságos gyakorlatokban azért mégiscsak hát ott van ott vele van. Isten. Igen. Másoknál néha beszélgetésben, hogyha valaki elkezd, arról beszélgetünk, hogy Isten hogyan érintette meg őt, néha veszem a bátorságot, és én is olyanokat mondok neki, hogy tudod, azért ez nem mindenkivel van így, hogy így rácsodálkozik Isten jelenlétére. Uh-huh. És hogy az is a hivatás, tehát ez a megszorítottságnak az élménye, ez azt hiszem nagyon fontos. És keresztényként azért előbb-utóbb mindig találunk valakit, egy családtagot, egy különleges embert az életünkben, vagy éppen imádságos tapasztalatban magát Istent, akiről egyszer csak felfedezik, hogy hát igen, ő volt az. Neked volt ilyen embered? Én nagyon szerettem, amikor gimis voltam, akkor a Rozsé testvérnek az imádságára járni például. Vagy Tamás atyát már emlegettem. Igen. Nagyon sokszor voltak lelkivezetőim a későbbiekben is. Néha gondolkoztam, hogy nehéz embereken keresztül hogyan szólít engem Isten. Tehát, hogy így, vajon amikor így van egy-két ember, akit... Tehát voltak, akivel azért nem volt olyan könnyű a kapcsolatom, mert korán reggel jött hozzám kérni valamit, meg nem tudom, hogy ott van, tényleg olyankor is Isten ott van-e. Hogy néz ki egy püspöknek egy átlagos napja? Nem tudom, nem titkot ne árulj el, de hogy néz ki egy napod így most püspökként? A sajátos helyzet az, hogy én maradtam az eddigi munkaköreimben is. Tehát, hogy gyakorlatilag maradtam egy szeminárium rektora, azt mondja, hogy egy igazgató vagyok. Ugye tulajdonképpen van egy ház, ahol vannak növendékek, vannak aztán kollégisták, vannak munkatársak, és akkor őket én valamennyire személyesen igyekszem kísérni, bekapcsolódni az imádságukba, életükbe, a munkatársakkal, hát igyekszünk a dolgunkat elvégezni. Tehát maradt ez a munkakör. Aztán maradt az, hogy tanítok az egyetemen, ebből a félbe éppen görögöt, meg ószövetségi tárgyakat. És aztán most a püspöki munkámban az a legjellegzetesebb, hogy kaptam egy ilyen megbízatást, hogy az atyákat próbáljam kísérni. Tehát éppen tegnap is meglátogattam valakit, aki ezt kérte, hogy beszélgessek vele különböző helyzetekről, vagy többször voltam már papi körökbe, hogy egyáltalán megismerjem ezt a szép nagy egyházmegyét, amelyikhez most már tartozom. Tehát ez meg kell mondanom, hogy meglehetősen rugalmas munkakör. Tehát van egyfajta belső rendem, hogy reggel fölkelek, és akkor általában a kispapoknak vagy van reggeli szentmise, azon ott vagyok talán, utána közösen reggelizünk, és akkor aztán elindul a nap. Próbálok még reggel valamikor kicsit nyugodtabban imádkozni, és akkor aztán megbeszélések, órák, készület, 1000 e-mail, az egy kicsit nehéz. Nehéz, igen. Szóval így tulajdonképpen, aztán akkor ebéd megint közösen a srácokkal. Ennek igazából örülök, hogy az ő jelenlétük, ugye ez körülbelül egy 20 fős csapat a szemináriumban, hogy ez egy kicsit egy keretet ad, meg egy konkrét közösséget, akikkel tényleg együtt lehetek. És gyakran estére maradnak aztán azok a programok, hogyha van egy, nem tudom, legutóbb egy iskolában voltam, a 30. születésnapját ünnepeltük az iskolának. Hát, most nagyon kell növekedni a szívemnek, hogy sok mindenki beleférjen. De sok van, és egyre több van.
rajtad, meg hogy beférjen a szívedbe mindenki. Mi tölt téged? Hát én szeretek, egyrészt szeretek kimenni a hegybe, a hegyekbe, vagy hát hogy mondjam, a természetbe. Amióta itt lakom Budapesten, ez most 4 éve, a Börzsönyt egy picit felfedeztem. Az elmúlt 3 hónap azért ez most egy ilyen különleges időszak volt, most inkább konzervekből élek, ami a töltődést illeti, de most azért most már majd lassan ezt lezárjuk, ezt a rendkívüli időszakot, és esténként néha regényt olvasok, tehát szeretek így hosszú regényeket olvasni. Az orosz irodalmat ajánlom mindenkinek, mert ők igen hosszú regényeket írtak, és aztán hát van 1-2 régi barátom, akikkel azért nehéz, mert mindenki elég elfoglalt, és akkor jól össze kell egyeztetni, hogy időnként összetalálkozzunk, mert ezt is nagyon szeretem. Valahogy ahol belül a tanulmányaid, meg ahol légsz, az a Szentírás, ha jól értelek. Most is görögöt tanítasz. Igen, igen. Meg... Én nagyon megszerettem, amikor még a Bőti Tamás atyával lelki gyakorlatoztam, és akkor először kezdünk el imádkozni hosszasan azon, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítalak, az enyém vagy. Ha tengereken kell szállt, veled vagyok. Ha tüzeken kell szállt, nem ártanak neked, meg ilyenek. Hát ezek azért nagyon mélyen beleégnek az emberbe, és akkor nagyon elkezdtem vágyakozni, fú, hát ezzel sokat kéne foglalkozni. Most persze, hogyha kinyitunk egy jó vastag biblikus szakirodalmat, az nem biztos, hogy ennyire lelki lesz, vagy először nem látszik az, hogy az egy lelki tapasztalatból született, pedig nagyon gyakran azért ott is meg lehet ezeket találni. Tehát igen, én Szentírással sokat foglalkoztam, most egy picit háttérbe szorul, tehát most ezek a találkozások, különböző mindennapi feladatok erősen igénybe vesznek, de azért remélem, hogy Isten nem engedi, hogy ezek a szavak teljesen kihűljenek bennem. Van kedvenc könyved a Szentírásból? Ezt nehéz egy kicsit megmondani. Azt hiszem, hogy a leginkább Szent János evangéliumát szeretem. Uh-huh. Egyszerre olyan, mint egy vers, mert annyi minden így visszatér benne, visszaköszönnek szavak, gondolatok, képek, és ugyanakkor egy nagyon-nagyon szenvedélyes vallomás is, azt gondolom. Ha valaki most a nézők közül vágyna így belevágni a Szentírás ismeretébe, olvasásába, hogy kezdje el? Kezdje el mondjuk a Szent János evangéliumát minden nap olvasni egy kicsit, egy pár sort. Nem kell sokat, minden nap egy pár sort. Minden nap csak pár sort. Én azt javasolnám, igen, igen. Ez egy olyan szép kísérő az életünkben. Van, amikor adventi időben mondjuk december 1-től 24-ig, az 24 nap, az például Lukács evangélium 24 fejezetes, az is egy jó olvasmány. Az apostolok cselekedetei, az a húsvéti időben, az egyháznak az olvasmánya. Tehát gyakran én azért azt szoktam javasolni, vagy azt gondolom, hogy jó dolog, ha kapcsolódunk egy közösséghez. Az egyházba, a liturgia minden napra ad egy szöveget, de az néha olyan kicsit olyan nehezen érthető, hogy miért éppen azt. Szóval, hogyha van egy közösség, az jó, és hogyha ha az ember tényleg most kezdi, akkor valamelyik evangéliumot apránként. Ha van egy álmod így az egyházunkról, papságról, a világiakról, az egyházi, teljes egyházi közösségünkről, akkor mi lenne az? Hogy fogalmaznád meg? Hú, ez jó kérdés. Sajnos most gyorsan más álmok jutnak eszembe, úgy értem, hogy mások álmai mások az egyházról. Akik ezt szépen megfogalmazták. Könnyen oda tudok visszamenni, amit az előbb már említettem, hogy gyerekkoromban, szombaton, délutánonként együtt játszottunk a minisztrás társaimmal, és utána együtt minisztráltunk a szombat este misén. És bizonyos értelemben azt szeretném, hogy az egyház egy olyan hely legyen, ahol eleven és derűs találkozásokra van lehetőség, ahol egy picit nagyobb a szabadság, mint a környező világban, ahol valahogy megéljük ezt a szabadságot, néha nem is tudatosítjuk, hogy ezt Isten adta nekünk, hogy ő az, akinek az erejében ott jelen tudunk lenni, és a kivételes pillanatokban, vagy ennek az útnak a végén együtt tudunk ünnepelni is. Van benned valami, hogy szívesen mondanál azoknak az embereknek, akik látnak most bennünket, követik ezt a Monserrati jezsuita vlogot? Nekem most az jut eszem, hogy becsüljenek meg téged, mert jó látni azt, hogy ilyen érzékenyen jelen tudsz lenni, és hogy ez szerintem nagyon fontos. És nyilván az jut eszembe, hogy a hitünket újra meg újra megfogalmazok az egész életünkben. Az igent Istennek a szólítására újra meg újra más helyzetekben, más kapcsolatokban, más környezetben alig, hanem jó kimondanunk, megfogalmaznunk. És közben
valószínűleg ő derűsen várja, hogy egyszerűen csak felfedezzük a jelenlétét. Nekem ez tűnik nagyon fontosnak, hogy Isten nagyobb, hogy Isten megelőz minket, ő előbb szeretett minket, és erre egyszerűen csak jó ráhagyatkozni. Most köszönöm szépen neked, hogy beszélgettettünk, hogy eljöttél hozzánk, így az első 3 hónapos püspökséged idején, sűrű idején. Nagyon hálás vagyok azért, hogy hát egyre a hivatás útjára még annó, közös alma máterünkből is így léptél, meg hogy valahogy sugárzod ezt azt, amire az Úr hív, bíztál, bízol. És hát valahogy ebben a Monszerátvalók közösségek nevében így kívánjuk, hogy az a tágasság, ami a szívedben van, az minél több embernek tényleg helyet tudjon adni. Köszönöm szépen. Nagyon neked. Köszönöm én is. Köszönjük nektek, hogy velünk vagytok, velünk voltatok. Hálásan köszönjük, hogy követtetek bennünket ebben a 3. évadban is, itt a Monszerát Jezsuita vlogban, és köszönet mindazoknak, akik anyagilag is támogatták ezt az évadot. Sziasztok! Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor mindenképpen iratkozz fel a YouTube csatornákra is.